Igen, a Honda még nem dolgozták ki azt a technológiát, ami elegendő Sato jobb lábához. Hoppá! Ugye, Sato 4-1 kártyáján szerintem rajta van, hogy autóversenyző, zárójában az anyagi kár jelentős. Hoppácska! Egy ember a pályán! Hát vigyék már onnan! Hát vigyék onnan! Hát Jézus Mária! Úristen! Nem lesz több angol nagydíj! Ilyen Pablo Montoya, valami azzal a Ferrarival, valami. Vagy valamiféle. Hát. No, Gyula. Elemezd az eseményeket, Gyuszi. Hoppá. Na, ott van Sato! És kinyomja a Barrichello, Takuma Sato! Nem, bent van a bokba ez. Soros. Nagyon-nagyon ott van Rubens Barrichello. És Schumacher, au! Hát nehogy igaz legyen, hogy tényleg meccselhetnek. Hoppá! Hoppá! Igen meleg! Mihály. Schumacher, Trulli autója? Nem, Fisichella? Igen. Fisichella? Hát ott a pontocskák! Szegény Fisichella! Jaj, de izgulok! Jaj, de boldog lennék! Zsolti, könyörgöm! Ott van a 8. helyen, Gyula! Pontja lesz a fiúknak! Itt van! Ő az, mutatják! Jó van, nem a 9. 8. lesz az! Jaj! Hát de szép! Jaj, de szép! Gyere, jaj, de aranyos! Forma egy, de pont Gyuszi! Nem hiszem el. Nem véletlenül mutatják. Igen, ott van, mert úgy van, index, gyerünk! Szegyek Fisichella. Gyönyörű. Jaj! Óvatosan. Hoppá! Hol a Zsolt? Ha kiesik már az sebe, akkor is 8. mert nincs mögötte senki. Tehát biztos a 8. hely. Csak jöjjön be, Gyula! Hölgyeim és uraim, a magyar autósport történetében az első pontszerző Baumgartner Zsolt Forma 1-es autóversenyen a 8. helyen jött be ezen a futamon. Tattarará! Na! Nekek sziasztok! Húha, nem tudom, mennyire lesz majd. Hiába beszél, nem kapcsol. Vágja. Na, talán így most már jó lesz az érzékenységét. Egy kicsit feljebb vettem. De majd közben majd mondjátok majd, hogy milyen lesz. De még lehet, hogy picit még lehet állítok rajta. Majd... Közben. Na most megint állítottam rajta, elvileg most már jónak kéne lenni. Tehát majd közben jegyzitek nekem, hogy most hamar kapcsol ki, levágja a hangom, nem vágja le a hangom. Megkezdve köszönöm a hostot, hogy most akkor jó, vagy kiabálok, vagy nem kiabálok, vagy tényleg nem volt idő. Nagyon kipróbálom, csak fogtam magam. Fogtam, aztán feltudtam is kézed, most már van rajta hangerű szabályzó és minden, úgyhogy nagyon jó. Egyébként ugyanolyan füles, mint ami Robinnak van. Ez a, mindjárt mondom. Zalman ZM HPS300. Tehát ez egy Nem egy drága füles, gyerekek, valami 3500 forint, és annyi. Nem egy nagy vacizdasz.
És mindhármunknak ugyanolyan van, azt mondod, Ács? Lehet, akkor. Tamásnak is köszönöm szépen a hostot. Na, közben... Akkor... Nézem közben a lúcot, gyerekek, a lúcot... Azt mondja, lassan fél időnél járunk, ugye 13-a van. A havi lúcot pedig... Super 2S8 vezeti. Második helyen áll Koló 5. Harmadik helyen Korcsolya 44. Tommy Games X2 a negyedik. Ők vannak úgy igazán szorosan, úgy mondom, úgyhogy még persze ott van Kred, Kristóf HD, többieknek pedig még akik küldtek, nekik egy van, tehát azt elállom, tehát azok az egy darabok. Többiek ugye ennél már azért jobban elhúztak, de egyébként nagyon egyben van ez a kis négyes fogat. Egy külön kis lúd bajnokság van itt négyüljük között, úgyhogy jó, gyerekek, van még 20, nincs is 20, de hülye vagyok, annyi, 17 nap? 17 naptán. Na mindegy, szóval 17 nap, Dirt 4, Dirt 3, Grid 2, fullos, Season Pass, minden, úgyhogy meglátjuk. Jó, mai program ugye közben az is megy, tekjátója a műsorra lehet látni, most ugye lesz ez, utána megyünk majd American Truckolni, Így Jobb Zsigulit égéstér podcast meghallgatásával, ez egy új friss podcast, majd meghallgatjuk. Este 9 után majd, ha lesz-e még valami, az már kiderül, azt még egyelőre nem tudom még, hogy lesz rá energia, vagy valami, lehet, hogy a kettő live lesz. Robinnak elbaszolult, az király. Jól van, gyerekek. Na, csapódjunk. Korcsolya már nyomta is, meg lesz a VB című lúcot. Jó, én meg azt mondom, akkor átmegyünk teljes képernyőbe, és nem kapcsoltam itt egy lámpát, így már jobb lesz. És akkor most már 18-at indítjuk, azt nézem, a HUD el van indítva, el van, oké. Lefegyeztem vele, jó, akkor nem kell állítani fájt, 900 fokon lesz. Jó. Pitty. Vagy puty. Korcsolyapálya lett a pálya, így van. Na, ordít a játék. Jaj. Sok sikert Kadonára, azaz, haló, azaz. Kadona. Kíváncsi leszek rá. Az a baj egyébként, Chris, hogy a többiek is fejlesztettek ám. Meglátjuk, de hát azért maga a pályát azért csak ismerjük. Ugye fáj gyerekek, a hátam nagyon fáj a hátam egyébként. Elfeküdtem, vagy nem tudom, de ú, de borzalmasan fáj a hátsó lapockám jobb oldalt. Na mindegy, hát ha majd alakul ez a dolog. Na, azt mondja, hogy valamelyek is szexi piros oldatai piromos látom. Csodálatos. Na, jó, karrierkedünk, így van. Hamilton gyerekek vezet, Alonso előtt 18 ponttal, Ricardo pedig a harmadik. Perez, Sainz, Vettel, Ocon, Bottas, én. És Verstappen. Az első 10, Räikkönen 11. Ugyanannyi pontja van Leclercnek, úgyhogy a döntést az idejével azt hiszem ezzel érthetővé is válik. Persze ezt csak viccből mondtam, nem ez volt a valóságosság. Na! Uff. Nem lesz eső, elvileg az egész hétvégén nem lesz eső, úgyhogy megússzuk. Megússzuk az esőt. Itt ülök keresztbe font kezekkel, gyerekek. Mi ez? Na már kezdődik a szarakodás. Jól van.
Alakulgat, alakulgat. Ezt megköszönjük a hostot. Jó, vissza lesz rakom. Jó. Oké, mehetünk szabad edzeni, nem nyavajgunk most. Időmérő végén lesz eső. Milyen volt a Formula E? Hát a BMW aranyosan alkotott. Istenem. Mindegy, így izgalmasabb lesz, úgyhogy. Na nézzük, mit mond David. 1999 a pálya melletti betonfalat tölti meg, az az eset az utolsó kanyarban, hogy Damon Hill, Jacques Villeneuve és Michael Schumacher is kiesett a pálya ezen pontján. Azóta ezt a falat bajnokok falaként emlegeti világ összes szurkolója. A 13-as és 14-es kanyar kétségkívül legmegterelőbb, egy gyors sikán 290 km-től a pilóták erősen használják a kerékvetőt, és közel vannak a falhoz, de túl keményen használod a rázókövet, a versenyednek is vége lehet, láthatjuk a sok pilótát, hogy bátran behajtanak a 13-as kanyarba, és a fal érintését dönnek ki a kanyarból. Oké, na, nézzük azt kell. Igen, igen. Jó, nem lesz itt baj. Nem lesz itt baj. Adana. Jó se lehet róla. Csipike féle szuper setup lesz. Na, hogy ez mi lesz? Hogy kell? Így. Meg így, ugye? Na jó. Right, I'll get these changes made. Lássuk. Na, oké. Miért nincs húd? A gyerekek, hát én ezt elindítom. Nagyon aranyosan is kedvesen. Csak itt nem fut. Istenem! Hát elindítottam direkt közjelőt. Összeomlott közben, vagy mi? Megváltozott a föld gravitációs vonzása. Jó, mondjuk inkább még most derüljön ki. Na. Az igen. Mi van a hátsó szárnyán, tesó? Jó, nyitva van a DRS, akkor azért nem tudtam megállni. Aha. És tényleg nyitva van, bazd meg. Mi a... Nem tölt a vinyó. Az milyen lag volt? Okay, DRS is stuck open.
Milyen annyit vadérő van meg? Igen, így nehéz megcsinálni a feladatot. Csuda. Azt. Na. Hát gyorsan lapátoljátok vissza a DRS-t. We've had to spend time repairing the damage to the car. Postál kim van? És kifestett szemével? Ilyen se volt még, hogy a pálya alkalmas, hogy alkalmazkodás az üzé sikertelen legyen. Soha nem volt ilyen. Na! Köszönöm a követést! Ez vicc. Ez most valami vicc. Most komolyan szopat a játék? De most... na. Ó, Istenem. Ezt nem hiszem el. Mint a szarázs, mint az állat. Viszem a kis pontjaimat, viszek mindent. Csapom kifelé onnan ezt a kis kifestett szeműt, azt go. Légellenállás csökkentő rendszer kipont. Most ezzel fog eltenni az egész FP1? Mert így jó lesz akkor. Jajjaj. Hát de baszki, ez mi? Nem tudom mi az a fekete, szerintem a kamera állás szar a pilóta fülkébe. Várjál. Szerintem így már jó lesz. Ne kérdezz, hogyan? Nem, még mindig látszik. Még mindig nem tudom mi az a trutymálé, mondjuk ti nem látjátok pont, de nekem még úgy ott van, de mindegy jó van. Oh. Most komolyan most... Igen. Our best lap so far is a 1 minute 15.7. Pályára. Kihajtás. Let's go.
Ah, le van csukva, jó van. Ez ilyen repülő rajt, bug. Annyira kint kanyarodtam, mintha ilyen etek módban mentem volna Formula E-be. Na, ennek örülök. Jajajajajajaj. Na jó. Egyébként borzasztó szar a setup. Csak olyan zárójelben. Szeretném megjegyezni. Ezzel nincs bajom, ezzel se. Ez egy jó kérdés, ezzel nincs bajom, ez a diffi, meg a felfüggesztés. Ez a kettőben nem vagyok benne biztos, hogy ez jó. Négyes hatos szány mehet. Hát, hogy 2-10-nek kell lenni. Abból nem engedek. Abból nem engedek. Nem tudom, ez a diffi meg a felfüggesztés, hogy azzal mi legyen.
Annyira mondjuk nem szar. Nem tudom. Ki az az, kéne egy sipikeféle NASA setup. Azaz. Nem tudom. Hát nem. Szerintem én ezt felveszem 90-re. Ez 100-ra, meglátjuk, hogy mennyire lesz mókás. Hát ezt meg egyelőre így hagyjuk. Aztán majd kiderül. Sipike féle NASA setup. Ha-ha-ha-ha. Esni fog az eső? Köszönöm a hostot közben. Milyen motor van most ebben? Jaj! Are you all right? Engine off. Annyira néztem az adatokat, hogy megfeledkeztem minden. Ugye nagyon leír az alja. No, az... Jaj. Megint örülni fognak nekem nagyon. Quick look at the classification at the end of the session then. Here are your top three. Verstappen, Sainz, and Sebastian Vettel. That's it for practice then. We'll see you again soon. Hoppá! Já, nem szabad nekem elkalandoznom. Abszolút. Semmi. Végem van. Jó van, legalább a csík nem csökkent sehol. De a Mercinél, Ferrari-nál, máshol nem. Jó van, hát előfordul. Hát ez egy nasty incidens volt, az biztos. Jó. Nem, úgyis FP2-re átpakolom majd a új cuccokat, ha végeztem. Hogy FP3, mert úgyis csak folyamatban lesz, és majd úgyis csak időmérő rakják be. Na mindegy, majd kiderül, mi lesz. Bazd meg, pedig olyan jó gumi kezelésem volt. Ja. Minden FP1-en eddig szerintem a Force India-t eddig hullára törtem.
ezt a motort már lehet írni, mert ez már 70%-os, úgyhogy legalábbis annyit láttam, ugye? Á, 68, jó, oké. Lilás gumikezelésem lett volna, és meg lett volna az idő is. Megyek is. Na nézzük ezt a benzinezést. Jézus Mária. Én nem tudom, hogy törhettem így össze. Na mindegy, jó van. Húzom az alján, hallom. Már recseg a motor. Ó, nagyon jó, ezzel a full kukás motorral sikerült megcsinálni zöld. Nekem ez már tökéletes. Csontkukás az a motor.
Hú. Jó, hát ezt biztos, hogy nem fogom tudni megcsinálni, mint hogy ez se, meg ez se. Úgyhogy... maga egyébként a beállítás most már nem rossz. Azon kívül, hogy húzza az alját. Úgyhogy ezt megemelem 5-5-re. Try to run it before the end of FP3 if you can. Kadona. Jó. Itt akartam. Ja igen, tudom. Igen, itt ezt rakjátok át. Igen. Sőt, hát mennyi 37, az még jó. 60. Kettősz rakd el. 51. 5. Jó, rakd el. 48. Én egy új turbó rakd el. Ice. 39. Az még jó. Jó. Jó lesz majd ez. 48 perc. Our best lap so far is a 1 minute 11.5. Yeah. As all the cars are now over the line, your top 3 again are Raikkonen, Verstappen. Jó, szoros lesz. Practice times are on the board then, but no points are on offer just yet. We'll be back with more F1 action soon. Williams a leggyengébb még mindig. Jó, nem történt semmi, sőt. Oké. Okay. Hogy áll a sztori? Folyamatban van, oké. Okay. Folyamatban van. Na itt melyik cucc van benne? Kíváncsi, hogy kicserélték? Elvileg. Ki? Jó. Jó, akkor itt már az új cuccok vannak. Hát új cuccok relatív. Azt a kurva nem lett meg. 50 ezreden híj. Jó.
Bázz meg a kurva anyád, hogy nem veszed be. Az első szárny az... az halott. Így lehet. A hátsó, hogy 10. Egyenesekben nincs olyan jó végsebesség. Hát basszus. Okay, we've not got long between now and qualifying, so it'd be very productive for... Last lap gives you P3. We're in P3 now. Jó. Meglett ez a szar. Ues. Kíváncsi leszek időmérőre, mi jön össze. Nem sok idő van már a P3-ból is. Még az időmérő sehol nincs megcsinálva.
so far, we're getting great data. Stay focused. Keep it up. Super job so far, we're getting great data. Stay focused. Oh, Jason. Nagyon szuper. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Ja, szuper. Láttam közül a lúcot. Na, időmérős tempó. Még ezt feltétlen meg kell csinálni. So far our fastest lap is a 110.5. Jó, az nekünk. Az igen, nem volt lag. Milyen gumi ez? Ja. Na volt használva, oké. Azt hiszem, szarabb másfél másodperccel az idén, oké. Ezt a gumit használtam az elsnél. Egy könnyen alatt 4 tized. Király.
Ezt így nem lehet megcsinálni. Á, ilyen gumival. Leo. Köszi szépen, Pisti. Sipike is megjött egy ennek. Jaj. Na jó. Bukovika. An interesting practice session there then. Let's remind ourselves of the top. Az igen, Perez. Raikkonen, Perez and Lewis Hamilton. That concludes an interesting practice session. Let's hope for more excitement as the week. Sokat pofázol, köcsög. Na. Az amazing. Akkora nagy taslit le kéne neked kellene. Na. Are you testing new components? You scraped the walls a few times. Were you struggling for grip? So us. Engedj, hogy megyek a csak hátsó kereket cipelő gumis emberhez beszélni akartam. Csak a kettőt? Nem most. Csak a 460. Pontocska. Csík? Ó, jó. Még így is jók vagyunk. Jó van. Jaj. Mert ezt úgyse fogom megelőzni, az ultimate. Na jó, időt mérjünk. Jaj. De úgy van, Tomi. Szállás még mindig szuper, Koló, Korcsolya és Tomi. Én, de nagyon közel vagytok. Mindenki. So then, Ant, it's another Grand Prix weekend, another exciting qualifying session ahead of us. What are you going to be looking out for over the next few minutes? The first question is going to be who can avoid making mistakes. There isn't much margin for error in qualifying, and you have to bear in mind that the track conditions may have changed since practice, particularly as we've had a few support races in the meantime. If the brake bias settings, for example, don't take this into account, it's extremely easy to lock up a front wheel and cause a flat spot. Just like that, your lap's ruined, and you've wasted a set of tyres to boot. No. You should be able to get into the next qualifying session easily, so try to get a hot lap in early so we can save the tires. Ja, ennyi a különbség. Scheisse. Még maximum megeszi. Na jó. Gyerünk! Na. Ó, látom, már ketten vicceskednek.
Jézusom, hogy jöttünk itt el. Kotord le ezt a patkányt. Istenem. Lehetett volna egy jó erős valami. Na jó. Annyira tán csak nem szar az időnk. Mondjuk ennél lehetett volna sokkal jobb is. 0-8-asról beleszaladtunk volna. Ha nincs ez a rohadt pacalfejű szőke gedvufejű szar. Perezni jobbat mentünk volna. Beszarok Force India 1-2 lesz, bazdmeg. Öcskös a Q1-et, így nyertem volna. Jól van. Ügyes. Stoffel egy 5-öst. Jaj, nem kaptál semmit, te szar. Jó van. Érdekes. Jajjaj. Most légy okos, domokos, mert HS-en nem lenne jó indulni. Na jó, megpróbáljuk. Ah.
Á, nem fordul el. Gumi? 3%. Jó. Jó. 6. hely. Á, nekem pedig erről kéne rajzolnom mindenképpen. Azt a kurva. Egyéb lett a harmadik szektor, bazd meg. So far our fastest lap is a 1.9.7. Nekem mindenféleképpen kell a keményebbik keverék. Vagy 10. Legrosszabb, a legjobb esetben 11. helyről indulni még az jó, mert teljesen frissről indulni. Hát itt a nagy tudásúak közül valaki megelőzni. Na. Á, meg 11. Nem, akkor sem fogok HS-ről indulni, az biztos 12, 13. Á, 14. Ezt nem hiszem el. 14. Egy másodpercen belül az első 14. Ez a nyomorék van csak a 15. helyed, 1-4-je. Azt a kurva. Mindegy. Küzdünk gyerekek, de nekem kell a kemény keverék. Nem jöhettem ki HS-en, nem jöhetek ki HS-en. Az annyira... Hát az RS-es programot után, ami 3 kör volt, nem bírtam utána vele venni idős programot, mert ilyen másfél másodperc volt lassabb. Nem. És a Force India nem reagált negatívan erre. Bad luck in qualifying. That's not exactly ideal. Bad luck. There's no points for Saturday. Keep a cool head and make up for it in the race. Jó. Mehet. Mehet. Meglátjuk. Megérte volna úgyis, ha azon a gumin megyek még egy gyors kör. Annyira szoros volt Imperienem. Annyira szoros, hogy látod. Első 14 egy másodpercen belül, és itt azért csak hiperlágyon mentek. Tehát itt ez volt a legnagyobb baj. Egy másik gumikeverék előnyük volt. És csak koptattam volna. De hát mindegy. Előző futamhoz képest megkérdőjelezhetem az időmérő teljesítmény. Igen.
high-speed chicane spell potential danger, especially at the infamous Wall of Champions. And watch out for overtaking into the hairpin and the final chicane. Egy nagyon jó rajt kell ütközés nélkül. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Let's talk briefly about Kimi Raikkonen. Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them Hamilton, Alonso, Ricciardo. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to Force India, Mercedes, Red Bull. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. Hamilton szerezte meg a pole pozíciót, ez igen. Borzasztó 1-11-es körre. Let's take a look at how the cars line up. Lewis Hamilton lines up on pole position and starting alongside him. Szerintem esett az eső. Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid we have Ricciardo, Bottas, Max Verstappen and Hülkenberg, Alonso, Perez. Perez 8. And Kevin Magnussen. Raikkonen. Büntetés. Grosjean, Lee and Ericsson. Van Dorn, Sainz, Brendan Hartley, and Lance Stroll rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Nail. Okay, Jeff here. Can you hear me? Ja, tudom, hogy sérült szárnyal mentem. Egyébként. So you need to be aggressive today and push your way through the field. Jó lesz ez. Átállítjuk a stratit. Méghozzá. Szerintem megint meg bolondítom. Tökéletes. Ha valaki meg hiperkedik, az meg... csinálja így. 10-15-10. Ez lett volna egyébként a stratégiám kb. Na jó. Kap egy 37-est. És lehet. Na! Szóval hazain egy ilyen hullótól az. Csak a szokásos kanadai teljesítmény a saját pályájukon. Egyedül én indulok szuperlányon. Az szép volt. Grosjean, mehetsz akkor a rajtrácsra, mert neki mentél. Räikkönennek. Neki mentél? Mit keresel még itt? Ó, hát akkor én is. Jó, hát akkor én is neked megyek, tessék. Nem tudok. Jaj. Eltávolítva a felvezető körök Grosjean, mert ütközött a tűzi pilótával. Hát, nagyon el lett távolítva.
Na jó, 13. hely. Hát majd meglátjuk, mennyire lesz szerencsés. Nem. Okay. Bocs. Na. Már megy a csuda hátul. Na, kopjon a kis HS gumitok lefele szépen. Ezt húzzatok befele az ötödik körbe. Tutu, megjött a vonat, tutu, úgy. Na, es mögöllem. Discordra most küldte ki, hogy megy a live. Milyen kedves. Láttam a telefon. Új! Ügyes fiú! Egy de kis erő! Szakos fejed van. Takarodj már!
Na. Az a kis szánysérő is, ez nem érdekel. Azzal még el lehet autókázni bőven. Látom, itt 3-on egybe fűzve is jól menne. Itt is jó a buli. Ricsi, ha nem megy az a HS gumi, akkor ezért, akkor haladjál, vagy valamit csináljál már magaddal. A picsádat. Na. Huhuhu. Lehet volt móka. Hátulról. Igen? Nem érjött a seggembe annyira. Nem is tudok féktesztelni. Na, az gyönyörű lesz, ahogy ti beestek ketten. Gratulálni tudok mindkettőjétöknek. He! 11 button, mi van? Fiú! És ott van vége a levesnek, így van. Jó van. Na, Perez bátyátok a következőn. Aki a 8. helyről indult egyébként. Ügyesen feltornázta magát, ő is az 5. már.
Na, a boxban Bottas. Kicsit nehezen fordul, hogy kopik a gumik egyre jobban. Uha. Na bejött Perez. Na. Na most nagyon odaér, na most nagyon odaér, hárman lesznek egy helyen. És Alonso mellett most megy el Leo, hát mit művel? Hát körbeautózza a sikánon és megy el tőle, mindenki menekül előle. Úristen, itt nem volt kérdés. Nézd, sem sikítja. Bottas felrakott még egy hipert, ez nem normális. Jó, akkor azzal már nem kell számolnunk szerintem a mai futamon. Ezek hiper-ultra-hiperen mennek. Két kiállással. Itt 9 kör kéne maradnom. De sok lesz még ez a 24 kör. Oh!
Á, nem húzhatok be. Ez szoros lesz. Na, mi történt? Miért van zöld zászló? Ó, hát nem Hamiltonnal történt semmi, úgy látom. Na, az jó nekünk. Úgy tűnik a Renault engine ennyit bírt. Ha Hamilton es neki, az lenne érdekes a világbajnokság szempontjából. Jaj. Bottas megint a boxban. Verstappen kiesett. Vágom. Miért ilyen soká jön meg?
Azt a kurva. Nem figyeltem a belső ívet. Az mint gyönyörű lett volna, telibe baszom hátulról. Gyerekek. Na jó, nekem még szárnyat is kell cserélni. Úgyhogy megúszta. Na. Bottas megint, hát, az hülye. A harmadik hiperlágya. Ez beteg az ember. Ó, és bejövök a vonat elé, nagyon jó. Na most aztán. Ú, csak jobban fordul az én. Mindig van egy flashbackem, tehát azért még tudok sáfárkodni, ha esetleg kéne. Már megint nem mertem a Leclerc-es esetnél. Mi van, ha később kell, ha lehet ezen megy el a dolog. Alonsoval még lesz egy csatánk szerintem.
is 15.2 seconds. Ez a 15 másodperc nem sok az elsőhöz képest. Úgyhogy ő még jön ki, én meg már nem. Az igen, még engem is becsapott. Következő 3 másodpercet kapok. Ami Bottas kiáll a kis hiperlágyával, aztán jó kis vagyok. Az a lényeg, hogy Hamilton elé be tudtunk jönni. Tíz kör. Ennyit kell elvédekezni Hamiltonnal szemben. És akkor meg lehet a csoda. Amihez három csapatot kellett, a harmadik csapatnál kellett várnom. Megtörténjen. Még előtte még nagyon dobogom se volt.
Pereznek bejönni a harmadiknak. És az lenne az igazi, a Hamilton valami technikai hiba miatt kiesne. Mert így is sok pontot fog szerezni. Úristen, akkor iszi, akkor Force India 1-2-be jönnénk be. Olyan pedig legutoljára még a Jordan néven futottak, mikor Belgiumba 98-ba jöttek be 1-2-be. Úristen, Ricardo csontutós. Mi lesz? Mi volt azzal? Hat kör. Na már most komolyan úgy megyek, hogy mint egy ilyen alagútban mennék komolyan. Hopp, sárga. Ricardo, mi? Nem. Ha, Gasly. Hát ez a... ja, boxba van.
az előző futam győztese gyerekek, Sainz 9. helyen megy. Azért megkavarodott itt rendesen ez a kis évad. Alonso 5., ugye ő is nyert futamot már. Meg kell néznem ebben az évben a futamgyőzteseket majd. Hátli a boxba. Nem bírták ki a gumiaik. Hát én nagyon örülök egyébként mindezettem. Ennek így van értelme. Miért zöldöznek? Mi történt? Még sárga. Magnussen. Final lap of the race.
Kus-kus. Azaz. Ha Hartley nem bassz el, akkor meg lesz a 2018-as játék első győzelme. Ami nem múlt is, hanem karrier. Már nem fogják úrni. Gyerekek! Ott van! A büdös kurva életbe. Azt a rohadt élet. Nyomjad neki annak a szarnak. Ott van az öreg VJ gyerekek. És Magyarország büszkesége bebizonyítja, hogy győzelemre született. Ennyi gyerekek! Mostantól nemzeti ünnep, Angam 1 GG, Angam 1 GG. Azaz. Na tessék! Get in there van, úgy, úgy. Jaj. Na. Egy-három. Ott van. Úgy is van, ha ingált be. Hát mikor kiírtam Facebookon, jobban mondva nem. Mikor felvettem az oknit délután, miután felkeltem, nem gondoltam volna, hogy tényleg sikerül megnyerni a kanadai nagydíjat. De akkor ezek szerint csak sikerült. És ez az a rohadt taktika. Egy kiállás. Egyetlen egy kiállás. Na ki a nap versenyző? Megvan. Na. Perez Bottas. Bottas ez csak behozta negyedik. Háromszor volt kint a boxban. Simán megnyerte volna a futamot. Simán megnyerte volna a gyerekek Bottas. Vígan. Vígan megnyerte volna. Egy kiállással kevesebb. Ott Bottas ott van előttünk. Fú, Alonso, Vettel, Bástya gyerekek megint, Leclerc, Vandon, Sainz csak tizedik lett. Az előző nagydíj győztese csak tizedik lett, pedig ő is csak egy kiálláson volt. Mr. Krog mesélne nekünk az érzéseiről, nagy bulira számít ma este. Milyen érzés futam győztesnek lenne? Nagyon örülök egyébként, hogy sikerült megnyerni a Force Indiának a harmadik futamunk, ugye közösen. Sajnos sem a McLaren, sem a Toro Rosso Honda nem bizonyult elég erősnek, ezért is döntöttem végül is így. Nem láttam benne potenciált a másik két csapatnál, amúgy is összevesztem Fernandónál, amoda összevesztem Gaslyval. Hát, csak a baj volt mindig. Ki, hogyan, miért kell elengedni. Itt mi Perezzel megértjük egymást, megbeszéltem, hogy az időmérő mindig előttem lehet, de a futamon szigorúan csak mögöttem. Igazából egy kicsit még morcoskodott rajta, de egyébként mondtam neki, hogy figyelj, ha a második helyen be tudsz jönni, akkor ezzel semmi probléma nincsen. Kicsit rázta a fejét, meg elégedetlenkedett, de hát az eredmény is mutatja egyébként, hogy de nagyjából úgy tudja hozni azt a szintet. Igaz, hogy most befurakodott közénk Hamilton, de majd megbeszéljük vele, hogy azért egy picivel legközelebb, egy 2,5 másodperccel legalább legyen már gyorsabb, mert akkor 10 000-del akkor második lett volna most is, tehát 2,5 másodperccel hamarabb nyomjon gázpedált minden egyes résznél, és akkor nem lesz ezzel egyébként semmi probléma.
És közben Kovács Martin győztesei 7 futam után Ausztráliában Ricciardo nyert, Bahreinben Alonso, Kínában Vettel, Azerbajdzsánban Perez, Spanyolban Alonso, Monakóban Sainz és Kanadában pedig én. Hát Alonso-nak van 2 darab győzelme eddig. Az gyönyörű. Hát azért vannak így győztesek. Na, Räikkönen borzasztó futam ismét. Ricciardóékról nem is szólva. Verstappen, Magnussen, Gasly. Toro Rosso borzasztó volt. Hát ez ilyen. Jó, hogy eljöttem. Ez egy katasztrofális csapat, gyerekek, most így látszik. És negyedik helyre sikerült feljönnünk a világbajnoksági tabellán. Hamilton vezet 101 ponttal, tőle 26 pontra lemaradó van Fernando Alonso. Perez a harmadik, nem rossz, 66 ponttal, még azért egy kicsit húzza az orrát egyébként, hogy én vagyok előrébb a világbajnokságban, csak én olyankor azt szoktam neki mondani, hogy figyelj barátom, én az első 3 futamot nem veled töltöttem el. És ennél a mondatnál ugye egy kicsit úgy szemöldöke, egy kicsit úgy összeráncolódik meg a homloka, de ezt mindig emlékeztetem neki, hogy figyelj csak, már csak 5 pontra vagy tesó. Úgyhogy utána majd meglátjuk, hogy lesz, mind lesz. Ricciardo, Vettel, Bottas, Sainz, hát Ocon ugye most már csúszik szépen vissza. Hát Verstappen, hát mondjuk ez nem az ő hibája volt, de az autója így is fog viselkedni, akkor valószínűleg ott marad a 10. helyen, sőt még lehet Leclerc és Räikkönen még megelőzi. Hát, na, érdekes. Konstruktőrök, 166 ponttal vezetjük a konstruktőri bajnokságot. Mercedesnek van 154, McLarennek 91, megelőzte most a Red Bullt, ugye a Red Bull most megint egy piszkos nagyot nullázott. Úgyhogy ez igen, Vettel valamennyire életbe tartja Fernandót az 5. helyen, de hát ott lóhol a Renault, Sauber, Toro Rosso, Haas, és a Williamsnek is van egyetlen egy pontocskája. Egy, gyerekek, nincs miről beszélni. Annyira jól fejlődik ez a csapat, hogy most már Angie-nek a kérdésére nem biztos, hogy átmennék a Mercedesbe. Gyerekek. Az autó, motor, csapat, hihetetlen, minden. Tökéletes. Igen, így van. Aero-t fejlesztett? Igen. Hogy aerósok hagy örüljenek. Na. Jó van. Igen ám, bejutott egy F1 2018 Twitch-en, és engem nézik a legtöbb. Hát, igen, egyébként Magyarországon nem nagyon szoktuk. Meg hát azt mondod, akkor külföldön is, az nem semmi. Jó, van az. Na, a rivalizálásnál 18-13-ra vezetünk, Perezt illetően még másik rivális nem adtunk hozzá. De jó kis futam volt ez. Csak hamarabb is vége lehetett volna, mert utána már csak fogni kellett a dolgokat. De jó kis pontjaink jöttek. Úgy is van, egy győzelemnél azért, hogy menjen az a csúszka, sőt mindenkinél. Nagyon jó. Hát a Williams már nem tud, mert ott járna, ahol az Alfa van a vége. Körülbelül. Sőt a Williamsnél ez az egész sor így mehetne végig. Tehát ez... Az olyan jó, tapasztalat ment, sportemberkedés, médiasztárkodunk. Nagyszerű eredmény, nagyon jól csináltad, nem gondoltunk bármi, a panaszok elterébe. Nem is, meg ne szólaljatok. Na. Hát ezt fogjuk menni, igen, megkívánse. Lehet is elekre, igen. Jó, oké, mindjárt megnézzük. Várjál, még mielőtt
elmegyek. Kapsz egy képet rólam. Mármint szeretném nézni, hogy van. Karosszíri meg az élettartalom egy kicsit gyengéznek, de a másik kettő jó-jó. Majd ha kérdez Claire, majd lehet azokra fogok jobban válaszolni. Azt mondja, hogy folyamatban levő fejlesztés, két darab karosszíri. Basszus, a karosszíriásokat lehet, hogy kicsit nyolni kellett volna seggüket. Na mindegy. Jó van az nekünk, nem? Na mit szeretnél fejleszteni? I recommend we could go for something like this. Nagyon a karosszériát szeretnéd, úgy látom. Azt a mindig, még nem rossz tényleg. Fejleszteni fejlesz a futam hétvége végén, ne a többi futam előtt. Jaja. Így az van. Motor. 5.29. Egy hét múlva meg is jönne. Az első ütés. Kapjad bele! Kapjad bele! Hadd menjen! Franciába! Bum! Úgyis jók vagyunk. Ez. Őtengely. Egy hét. Kapjad bele! Kapjad bele, barátom, Franciára! Úgy az is. Jó. Oké. Ezek a kis gyémánt mókák, az ennyibe kerülnek ezek? 700 pont. Jó, nem baj, akkor lesz karosszéria is, ugye? Hogy áll? Aha. Két hajtáslánc, két karosszéria. Jó, hát jó. Meglátjuk, melyik dől be. Valamelyik biztos befog. A motor mennyire bírt neki? 25%. Ó, nagyon szuper. Oké. Okay. Vissza kéne rakni a trágyát. 69. Jó, visszarakom a fost. Az maradhat. Itt mindent visszarakom meg is. Jó, bírja egyébként. Bírja, hogy összességében így 26. Elég jól bírja tényleg a dolgokat. Na jó, oké, akkor menjünk Ferrari-ni a gyerekek. Csak Monza, meg minden. Nézzük meg. Ennek a fele, ha megjön. Nem baj, hogy jöjjön. Ja, valami biztos ízi. Egy kis gyémántra majd fejleszteni kell 700 pont. Na nézzük meg ezt a 12 hengeres, 95-ös Jean Alesi vezette Ferrarit. Na, oké. Na lássuk, jaj fiú! Nagyon leültettem. Jaj! Azt hittem nem bír megállni. Taka! Rogyman! Kicsit lassabban vált vissza, mint a 18-ban. Csúszkál a seggen. Rettyög ez!
Izumi. Jaj, de közel voltál, tesó. Claudia Schiffer. Hopp. Milyen ütközés? Ez hülye. Na, harmadik lettem. Nem jár ezért valami dobogó? Nem? Jó lett volna pedig. Jaj. Tavaly július óta nem volt Best of Cubes kereke. Úrűs. Nem volt még. Nem volt. Hogy eltelt az idő? Kaptam egy nagy gratulációt, az kész. Na? We were expecting some new developments this weekend, but some of them have failed quality control. Make sure you indicate what you'd like redeveloped via the workstation. Na melyik nem jött meg? Zuppa. Igen. Egy nem jött meg. Csak a főtengely nem jött meg. Ó, nagyon szuper. Az volt az utolsó, amit benyomtam. A többi megjött. Nagyon szuper. Jó van. Jó van az. Az belefér. Ahhoz képest, hogy semmi, hogy hívjátunk nincs. Mutasd. Mennyi az? 200 pont. Pont annyim van? Vagy van? Ja nem, ott van. Jó, mehet. Jó van. Hadd menjen. Ausztriára menjen. Teljesen jó lesz. Jó van az. Csak akkor hogy állunk? Várj. Ó, gyerekek, meg is elsők vagyunk motorba. Nagyon jó. Hát az nekünk nagyon szuper. Oké. Okay. Karosszériába. Negyedik. Na de hát ott is ugrunk majd egy nagyot. Ó, nagyon szuper. Aero? Aero-ra rá kell menni. De kis nyika izé ezek. Ez nagy. Ez is nagy. 636, 1456. Juhuuu! Szép. Ezek nem ott sem. Ja, ez majd megjön. Nem? Vagy mi?
Jó van, valaki, ó, mindenki fejlesztett. Nagyon jó, összességében a negyedikek vagyunk. Annyira nem is rossz. Remember to select a driver that you consider your rival from the rivalry screen on the workstation. Performing well against your rival can earn you respect and better terms when it comes to our contract reviews. Öcskös, Hamiltont kell választani? Hát jó. Fasza. Oké. Okay. Jó van, tesó. Zsír lesz. Zsír lesz íváson fogok túlesni. Fú. Na jó. Oké, gyerekek. Na, hát akkor így néz ki ez a dolog. Kemény kis. Kemény kis maguk lesz. Franciaországon be fogok okádni. Jövő velünk. Na de majd. Nyolcadik helyszín. Na, gyerekek, holnap francia nagy díj, mindenféleképpen. Hát, olyan ilyen tájban, 5 óra. Holnap olyan 5 óra körül. Holnap? Jó mondom? Hát, ja, aha, igen. Holnap hétfő. Uh-huh. Holnap hétfő. Igen, a kedden meló. Jó lesz az. Az 3 óra hosszú, utána annyi. Ja, 5 óra. Holnap 5 óra, gyerekek, francia nagydíj. Meglátjuk, mennyire leszünk ügyesek. Most pedig majd... majd nézem csak még egyszer pontosan, hogy hogy lesz a... Mosor. Azt mondja, hogy 6 órakor, így van, 6 órakor lesz majd egy American Truck Simulator-kodás. Az Iglob Zsigulit égéstér podcast meghallgatjuk, mondanak a fiúk, kielemezzük a dízel autók előnyét és hátrányát, meg sok más érdekes dolgot. Jó. Oké. Okay. Aztán meglátjuk még mi lesz 9 után. Jó? Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, gyerekek, 6 órakor akkor jövök vissza. Jó lesz, ott is elbeszélgetünk majd. Köszönöm szépen a sok biteket, amik már nem, még mindig nem lettek byte, de ugye 1024 bit egy byte, tehát köszönöm szépen a biteket, a lúcokat. A lúcokban, még most is jött, nyomasd rá tegyed a kanadai időmérőjét, ezt Tomi nagyon régen küldte, de azért nagy nehezen ide ér. A lúc, gyerekek, úgy néz ki, hogy így byte után, hogy szuper vezet, Koló a második, Korcsolya a harmadik, Tomi a negyedik, de csak annyit mondok, hogy borzasztó szoros, úgyhogy ja, kíváncsi leszek nagyon, hogy 4-5-ök közül majd ki mennyire lesz ügyes, ki mennyire fogja majd megnyerni ezeket a kis nyereményeket. Na, jövök majd egy óra múlva. Sziasztok! Elég volt? Vagy kértek még a pofatowo?